Az utolsó őszi, pontosabban az előrehozott tavaszi második forduló december 1-én játszották az NB3-ban, így több mint három hónap szünet után folytatódik a bajnokság a harmadosztályban. Sényűn január közepén kezdték el a felkészülést, az Imrő László Fiumei Viktor edzőpáros igyekezett változatos programot összeállítani, így a pálya mellett a konditermet és az uszodát is sűrűn látogatták a játékosok. Sikerült teljes mértékben elvégezni az eltervezett munkát. Az időjárás kegyes volt hozzánk, pályaviszonyok rendben voltak. Ezúttal is szeretnénk megköszönni ismét a Kemencsei Sport Egyesületnek, hogy biztosították nekünk a műfüves pályájukat. Nagyon nagy segítség volt. Az edzőmeccseken nagyon jól játszott a csapat. Volt, amikor egyébként voltak hiányosságok, fáradtságnak is be lehetett tudni ezeket a játékokat, de az összkép a lejátszott edzőmérkőzések alapján az teljesen rendben van. A Sényű ősszel 8 győzelem és 5 döntetlen mellett 3-szor szenvedett vereséget, így jelenleg az 5. helyen áll a tabellán a csapat. Tavasszal a fiatalok a korábbinál több szerephez juthatnak a mérkőzéseken. Volt egy kis mozgás a játékos keretünkben, az ősz az úgy gondolom, hogy várakozáson felül nagyon jól sikerült, és ugye mivel volt egy kis mozgás a keretben, és inkább fiatalokkal, helyi saját fiatalokkal próbáltuk pótolni a távozókat, valamint ugye még volt egy érkező mellettük, ezért mindenképpen szeretnénk így is helytállni, ugye nagyon biztató volt a felkészülés során a fiatalság, aztán meglátjuk őket majd most élesben is, hogy miképpen fognak tudni teljesíteni. A 10 góljával a góllövő lista második helyén álló Kapacina Valér a rutint képviseli a csapatban. A felkészülési meccseken tapasztaltak alapján a támadó bízik abban, hogy ott folytatják majd, ahol ősszel abba hagyták. Az elején ugye alacsonyabb osztályú csapatokkal játszottunk, és azokat tudtuk abszolválni. Viszont voltak olyan edzőmeccseink, amik kevésbé sikerültek, jól gondolok itt a Putnoki idegenbeli meccsre, de azt gondolom, hogy a felkészülési időszakban ez teljesen normális, hogy vannak olyan periódusok, amikor hullámvölgyek vannak. Itt az utolsó meccsre kitérve a Diósgyőr ellen, ugye vereséget szenvedtünk 2-1, de mindenképp biztató játékot nyújtottunk. Azt gondolom, hogy mindenki oda tette magát, és egy sikeres felkészülést zártunk. A magam részéről hál' Istennek sikerült ott folytatnom, ahol abba hagytam a szezont. Sikerült szinte minden meccsen betalálnom, de ebből ugye messze menő következtetés levonni nem lehet. Remélem, hogy majd a bajnoki mérkőzéseken is sikerül tovább folytatnom azt a szériát, hogy gólokat lőjek és segítsem a csapatot. A Tájasényű mérkőzés vasárnap 14 óra 30-kor kezdődik. A 18. forduló további párosítása a következő: Putnok Balassagyarmat, Füzesgyarmat ESMTK, Gyöngyös Cegléd, DVTK 2 Jászberény, DVSC 2 Tiszaújváros és Eger 60.